Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. Önök a csendes perceket látják, és ezen a héten körül a gondolat körül, köré hoztam igéket, hogy nagyon fontos számunkra az alapvetően fontos, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban, azaz a Biblia alapján mi a mi identitásunk, akik hiszünk Jézus Krisztusban, a Krisztusi identitás az mit jelent számunkra. A hétfőn beszéltem arról, hogy Jézus megingathatatlan volt abban, hogy ő tudta, hogy ő az Istennek a fia, és mindent ebből az identitás tudatból cselekedett. Jó lehet, ugyanakkor emberfia is volt, magáról így is beszél. Teljes mértékben Isten és teljes mértékben ember volt Jézus Krisztus. De ne felejtsük el, hogy mi, akik emberként megszülettünk, de Krisztusban újjá születtünk, és uh, így isteni természet lakozik most már bennünk. És pontosan ma erről szeretnék beszélni, uh, hogy újjá születtünk, és ez mit jelent a valóságban. Amikor Jézushoz uh, eh, odament, a János Evangélium a harmadik részében, majd néhány igét olvasok, Nikodémus ment Jézushoz, aki egy írás tudó volt, és ugye elég messziről indult a kérdésével, és Jézus levágta, rögtön a lényegre tért, és azt mondta, hogy, hogy ha valaki újonnan nem születik, nem mehet be az Isten országába. Így mondja az Igen. Jézus mondja ezt, ugye, a János 3.6-ban, ami testtől született, test az, és ami szellemtől született, szellem az, ne csodáld, hogy azt mondtam neked, szükség nektek újonnan születnetek. Tehát, és nem értette egyébként Nikodémus, kezdte mondani, hogy akkor bemenjek én vén létemre, másodszor anyám mélyébe is szülessek újjá, és Jézus itt nem a test szerinti újjászületésről beszél, hanem belül a belső emberünkben, a szellemünkben egész pontosan ott történik meg az újjászületés. És Innen indul a keresztény élet. Tehát, hogyha valaki a vallásos jó cselekedeteiben bízik, nem bántani akarok senkit, de Jézus nem erről beszél, hanem arról, hogy nekünk újonnan kell születnünk. Mert pontosan az új identitásunkból, hogy kik vagyunk, abból fakad egyértelműen, vagy annak felel meg, hogy hogyan cselekszik. cselekszünk, akik vagyunk. És az példabeszédekben ez angol fordításban van így, hogy amit az ember gondol az ő szívében, az ő, vagy olyan ő, és ezt nagyon fontos megértenünk, és ezért kell tudnunk azt, hogy újjá vagyunk születve, és új teremtések vagyunk. És egy új identitásunk van. Egyébként én ezzel küzdködtem rengeteget a saját identitástudatommal, miután megtértem, mert annyi minden megváltozott az életemben, hogy össze kellett újra raknom magamat, egyébként még mindig növekszem ebbe, és fejlődöm, és ez így lesz a földi életem végéig, hogy növekszünk ebben az identitás tudatban, de össze kellett raknom önmagamat, hogy ki vagyok én valójában most már hogy befogadtam az Úr Jézust a szívembe. Hát ez 20, de hogy huszon, 45 évvel ezelőtt történt, sőt az idén már 46 lesz. Tehát igen régen volt, de mégis nagyon emlékszem erre. És nagyon érdekes Pálapostolnál megfigyelni. Én nagyon szeretem Pálapostolnak azokat a az igéit, túl, túl azon, hogy Pál kapta a legnagyobb kijelentést Istentől. Ezt az üt történetre vonatkozóan, a megigazulásra vonatkozóan, stb., amiről majd szó lesz a következőkben. És pális is tisztában volt ezzel, de amikor ennek a személyes, saját életében létrejövő hatásait mutatja be, vagy az ő saját vívódásait, ha úgy tetszik, ez mindig megragad engem, és a Filippi levélben nagyon sok ilyen személyes vonatkozású dolog van páról, az ő megnyilatkozásai, és ezt írja a A Filippi a levél harmadik részében. Először leírja, hogy ő zsidóból való zsidó, a törzsből, és ha bárki is tudna dicsekedni a tesz szerinti, létével, hogy ő volt valaki, akkor az éppen ő lenne. De azt mondja, hogy de amelyek nekem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak ítélem, sőt annak felettem most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy a Krisztust Megnyerjem és találtassam ő nem mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján. Tehát Pálapostól azt mondja, hogy én nem a, a, a testi értelemben elért sikereimre alapozom a az új identitás tudatomat, hanem kizárólag az Istentől nyert, kegyelemből vett igazság alapjára teszem az én új identitásomat Krisztusban, és ezért mindent kárnak és szemétnek ítélek a múltamból, a jelenemből, csak hogy a Krisztus egyre jobban megismerjem. Hát ez keményen hangzik, de az Úr Jézus annyira keményen szeretett bennünket, hogy odaadta az ő életét érettünk. És ez az alapja, ami, és feltámadott érettünk, és ez az alapja az nekünk is az identitás tudatunknak. Szép napot kívánok, Isten áldja Önöket!